Bizonyára mindannyiótok számára ismerős az érzés, amikor egy videójátékban találkoztok egy olyan ellenséggel, akiről a legyőzése után azt gondoljátok, remélem, hogy többet nem akad az utamba. Bármennyire is jól átgondolt egy videójáték, a legjobb címekben is előfordulhat, hogy akadnak bennük olyan ellenfelek, akikkel valamiért nagyon nem szórakoztató megharcolni. Vagy azért, mert várasztóan hosszú és unalmas folyamat legyűrni őket, vagy azért, mert bosszantóan igazságtalan akadályt jelentenek, vagy csak azért, mert van a stílusukban valami, ami irítálja az embert. Számos oka lehet annak, hogy miért nem szeretnénk összefutni egy-egy ellenféllel, ebben a videóban pedig összeszedtük azokat, amiktől a falnak mentünk. A bosszokat ezúttal hanyagoltuk, mert szándékosan olyan ellenségeket kerestünk, akik többször is előfordulnak egy játékban. Lássuk is! A mörlokokat mindenki megjegyezte egy életre, aki játszott a Blizzard nagy MMORPG-ével a World of Warcraft-tel. Ezek azok az alacsony, intelligensnek éppen nem nevezhető lények, melyek a játék szinte összes vízpartját ellepik. A humanoid halak klánokban élnek, primitív kunyhókat építenek, a helyi lakosságot pedig előszeretettel zaklatják, lévén elég agresszív természetük van. Így aztán a játékosoknak számos küldetés során meggyűlik a baja a mörlokokkal, amik aprók, fürgék, sokan vannak és gyakran a semmiből rontanak ránk, mivel a vízben is el tudnak bújni. Ám mégis inkább egyetlen dolog teszi őket igazán irritálóvá, az az értelmezhetetlen, gargalizáló hang, ami elhagyja a szájukat. <coughs> Mörlokkok már a Warcraft 3-ban is voltak, de a wow ban lettek igazán emlékezetesek, amiben nagyon hamar rá lehetett tudni a ránk támadó halemberek mindig pontosan ugyanúgy hangzó csata kiáltására. <coughs> A Firaxis taktikai játékában hemzsegnek az emlékezetes ellenfelek, elvégre az XCOM azt próbálja bemutatni, hogy milyen lehetetlenül nehéz feladat visszaverni az idegen lények invázióját. Valószínűleg nincs is a játékban olyan földön kívüli, amelyet ne tartana legalább egy valaki a kedvencének, de a legförtelmesebb szörnyetek mint közül talán a Chrysalid. Ez egy négylábú ocsmány dög, amely ugyancsak közelharcra képes, de ha egyszer az egyik katonád mellé ér, akkor az kezdhet fohászkodni az életéért, mivel ez a lény nagyot sebez, sok élete van, az embereinket pedig elég kegyetlen Végzi ki. Ráadásul az áldozatába még jó bele is petézi az embrióját, minek következtében emberünk teteméből előbb zombi lesz, aztán pedig kikel belőle egy baby chrysalid, ami nem, egyáltalán nem aranyos. Bármennyire is horrorfilm beillő, amit a lényművel, művel, bosszantó elsősorban nem ezt teszi, hanem az, hogy milyen átkozottú gyorsan mozog. Amikor egyszer csak random előmászik a pálya egyik sötét sarkából, könnyen megeshet, hogy már az első lépéssel kicsinálja az egyik emberünket. Főleg akkor, ha 90%-os találati eséllyel sem sikerül eltalálni, miközben felénk róla. Az ilyesmi megesik az X-komban. A 2018-as God of War az összképet nézve egy tényleg kiváló játék, amelynek a látványvilága, a története és a játékmenete is példaértékű minőséget képvisel. De azért ez nem azt jelenti, hogy nincs benne egy-két bosszantó dolog. Ilyen például a Revenant az egyik ellenfél típus, amely egy változatos sebzésfajtákkal méreg, fagy vagy tűzzel felvértezett boszorkány. Miközben mi közelharci fegyverekkel támadó szörnyekkel hadakozunk, ő a háttérből zaklat minket a távolsági támadásaival, és ez még rendben is lenne, ám a kicsit túlzásba estek a fejlesztők, hogy mennyire nehéz lecsapni a revenantokat. Kratos a mezei támadásaival hozzájuk sem tud érni, annyira fürgén mozognak, ezért előbb kénytelenek vagyunk Atreus lövéseivel, vagy pedig egy jól időzített hárítással lebénítani őket, hogy beléjük tudjunk csapni párat, mielőtt arrébb szökkennek. De ezzel eleinte nem tudunk annyi sebzést kiosztani, hogy gyorsan végezhessünk velük, ezért fárasztóan sokáig kell rohangálni utánok, mire végre elfogy a HP-juk. A StarCraft 2 nem könnyű esport, mivel egyszerre sok dologra kell odafigyelnie benne a játékosnak, beleértve a nyersanyaggyűjtést, a bázisépítést, a felderítést és persze a katonai egységek irányítását. Ha például nem tartjuk a félszemünket folyamatosan az alakulatainkon, könnyen lehet, hogy a megtámadásukra figyelmeztető üzenet után pár másodperccel már csak tetemeket találunk ott, ahol az előbb még a bakáink álltak. Ennek veszélye különösen akkor áll fent, ha egy zerg játékos ellen játszunk, ők ugyanis képesek bénylingeket létrehozni. Kicsi, zöld, guruló, mindent szétmaró savval telített öngyilkos merénylőket, akik egy pillanat alatt felrobbantják az egész hadseregünket. A bénylingekkel akkor sem egy élmény megküzdeni, ha a gép irányítja őket, de egy okosabb emberi ellenfél kezében iszonyatos pusztítást tudnak végezni. A legbosszantóbb bennük, hogy a hatékony kiiktatásukhoz ügyes mikromenedzselése és gyors reakcióidőre van szükség. Magyarul őrült kattingatásba kell kezdenünk, mikor látjuk, hogy közeledik felénk a zöld halálhullám. Az már csak slusz poén, hogy még a föld alá is el lehet bújni velük. A Doom Eternal egy pokolian jó first person shooter, amelyben az It software közel tökéletesre csiszolta a 2016-os előzményjáték harcrendszerét. Nagyon okosan kitalálták, hogy melyik démon hogyan viselkedik, mik a gyenge pontjaik és milyen fegyverek hatékonyak ellenük, egymást pedig kiválóan kiegészítik az összecsapások során a változatos támadásaikkal. A Doom Eternal lövöldözésének rendkívül jó ritmusa van, azonban a hébe-hóba felbukkanó Marauder ezt elég rendesen meg tudja akasztani. Érthető, hogy ezzel az ellenféllel mi volt a fejlesztők célja, létrehozni egy igazán hatékony harcost, aki a többi démonnal ellentétben önmagában is méltó ellenfele lehet a Doomslayernek. Azt túlzás lenne állítani, hogy a Marauder totálisan igazságtalan ellenfél, mert a játék a szánk barágja, hogy közepes lőtávolságot tartva azért le tudjuk győzni őt. A problémát inkább az jelenti, hogy a Marauder szabályosan az arcunkba mászik a támadásaival, ezért szinte képtelenség másra figyelni, amíg nem végeztünk vele. Már pedig megpróbálni tartani a megfelelő távolságot nem annyira szórakoztató egy démon tenger közepén. Fene sem gondolná, hogy a posztapokaliptikus mohaves pont egy bazi nagy mutáns darázs okozhatja a legnagyobb fejfájást, elvégre ezen a vidéken méretes szörnyek és gyilkos hajlamú pszichopaták mászkálnak mindenhol. De a Fallout New Vegasban tényleg a kazadorok, magyarul vadászok azok az ellenségek, akikkel egy cseppet sem szórakoztató a találkozás. A legnagyobb gond velük, hogy elég gyorsan mozognak, ezért nehéz eltalálni őket, ráadásul ritkán garázdálkodnak egyedül. Emellett a mérgük elég nagyot sebez, a szárnyaikat pedig hiába durröntjük le, a földön rohangával lelkesen folytatják tovább a támadást. A kezedorokkal összefutni KB annyira irritáló, mint amikor egy csapat légy ellepi a konyhánkat. Az egyetlen szerencsénk, hogy a játékban benne van a vacs célzó rendszer. A Death Stranding egy macerás játék, arról szól, hogy minél több csomaggal a hátunkon megpróbálunk eljutni A-ból B-be, közben pedig igyekszünk nem felborulni az értékes rakománnyal, amely könnyen megsérülhet, ha eltaknyolunk. Ezt azért érdemes felvezetésként elmondani, mert a PV-k, a partra vetett, láthatatlan szellemek talán közel sem lennének annyira bosszantóak a játékban, ha csak a saját testi épségünket féltenénk. Így viszont szabályosan görcsbe rándul a játékos gyomra, amikor a bébiriasztó elkezdünk mögni és jelzi, hogy pv felé közeledünk. A lebegő lényeket csak akkor látjuk egy szkennelést követően, ha már veszélyesen közel vagyunk hozzájuk, addig a jelzőberendezésünkre kell hagyatkoznunk, amely a legközelebbi PV felé mutat. Ezek az ellenfelek sűrűn vannak elhelyezve egy területen belül, ezért csendben és lopakodva kell elmenni közöttük, ami a körülményes észlelésük miatt egy idegtépően lassú folyamat. Ha megéreznek minket, az elsősorban nem azért baj, mert odaráncigálnak egy nagyobb ellenség elé, aki megölhet minket, hanem azért, mert ebben az esetben szinte biztos, hogy elveszítjük a csomagjainkat. Ezért van az, hogy sokan inkább messze elkerülik az ilyen zónákat, ha nem muszáj haladni rajtuk. A Far Cry szériában rendszerint nem csak egy pszichopata által vezetett bandával kell megharcolnunk, hanem a természet is feladja nekünk a leckét. Medvék, pumák, krokodilok és agresszív borzok is ránk ronthatnak, a legzavaróbbak mégis talán a sasok ezekben a játékokban. A repkedő ellenfelek gyakran a felhasználók agyára szoktak menni a videójátékokban, rendszerint azért, mert elég nehéz eltalálni őket. Ez igaz a Far cry lévő sasokra is, melyek ráadásul jól meg is tudják lepni az embert. Egyszer csak egy vinyogást hallunk, aztán már be is teríti a képernyőt két kifeszített szárny, melyekhez tüéles karmok párosulnak. Nem szép dolog ezeket a nemes madarakat bántani, de hát a Far Cry-ban ők keresik a bajt. Ha valaki csak hírből ismeri a Dark Souls-t, akkor azt gondolhatja, hogy ebben a játékban minden ellenfél egy agyas szemétláda, akik változatos eszközökkel igyekeznek kikészíteni a játékost. Pedig a legendás akció RPG pont azért népszerű, mert az NPC-k kiismerhetők benne. Nagyon kielégítő hogy egy, egy idő után a hibáinkból tanulva, már rutinszerűen gyűrjük le az olyan ellenfeleket is, akik korábban sokszor a halálunkat okozták. De ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne néhány rendkívül idegesítő ellenség a játékban, még akkor is, ha sokak által gyűlölt főellenségeket figyelmen kívül hagyjuk. A kerék amelyikbe csontvázak a bonvilek például vérlázító, hogy milyen gyorsan ki tudnak vasalni minket. Sebesen gurulnak felénk, nehéz kitérni előlük, a pörgő támadásuk pedig olyan sokat és gyorsan sebez egymás után, hogy még a feltartott pajzson keresztül is pillanatok alatt átrágják magukat. Aztán ugyanazzal a lendülettel még az életcsíkunkat is lenullázzák. Ráadásul sokszor sötét helyeken bújnak meg, úgyhogy meglephetik a gyanútlan játékosokat. Ha egyszerre több ilyen csontvázis nekünk esik, akkor nagy rázesély, hogy pár másodperc múlva egy bonfire-nél kötünk ki. A The Last of kíméletlen világában az apokalipszist okozó gombafertőzés változatos zombiszerűségeket csinált az emberiség nagyobb százalékából, ezek képességei attól függnek, hogy milyen régóta kapták el a nyavaját. A fertőzés harmadik fázisában jönnek létre a klikörek, akik kinézetre talán nem olyan félelmetesek, ám minden más szempontból azok. A lokátorként használt idegőrlően kattogó zaj, ami a szájukat, vagy valami olyas biüket elhagyja, egyből arra készteti a játékosokat, hogy ne akarjanak tovább menni, mert a játékban a klikerek azok az ellenfelek, akik egyből gémóvert adnak, ha elkapnak. Már amennyiben nincs nálunk egy életmentő bökő ezeket a rémeket jobb inkább osonva kerülni, mint nyílt konfrontációt vállalni velük, de a Notidog előszeretettel passzírozta be őket szűk helyekre, ami jelentősen megnehezíti a kicselezésüket. Hiába hoztak be a második részben még több hátborzongató ellenfélfajtát, idegesítőbbet nem sikerült alkotniuk. Szerintünk ezek a legbosszantóbb videójátékos ellenfelek, de nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy titeket melyek idegesítettek fel a legjobban. Legközelebb újra találkozunk, sziasztok!